tavalyi évhez hasonlóan idén is csatlakozott Sárospatak az Itthon vagy Magyarország szeretlek országos rendezvénysorozathoz. A város önkormányzata egy pályázatnak köszönhetően tudta megszervezni a vetélkedőt, ahol patak történelmi és kulturális hagyományainak ismeretére alapozott feladatokban mérték össze tudásukat a csapatok, de mindezek mellett ügyességi játékok is színesítették a programot. Ebben az évben a városban működő három általános iskolát hívtuk ki egy nemes versengésre, jelenleg a helyszín a Művelődésháza és Könyvtára, ez ad most otthont a Itthon vagy Magyarország szeretlek sárospataki rendezvényeinek. A mi helyi rendezvényünk címe Sárospatak szeretlek, hiszen a város értékeivel kapcsolatban fognak foglalkozni a versenyzők. Ezt követően koncert, illetve majd 8:30-tól az országos tűzgyújtáshoz kapcsolódva fogunk mi is tábortüzet gyújtani. A Művelődésháza és Könyvtára már tavaly is a rendezvény szakmai házigazdája volt, idén ezen túl még a program helyszínét adó intézmény is. A ház a feladatokat az önkormányzattal közösen találta ki. Részben Magyarország szűkebb értelemben pedig Sárospatak értékeit és nevezetességeit, eseményeit, jeles napjait egy rendhagyó formában feldolgozzuk. Elsődleges szempont a szórakoztatás, és hogy jól érezzék magukat a csapatokat kísérő szülők és nevelők, de természetesen az is célunk, hogy a város fontos évszámai, személyiségei, eseményeit ma felemlítésre kerüljenek. A gyerekek felkészülten várták a szombat délutánt, hisz a vetélkedőt megelőző héten sokat készültek az iskolákban is. Izgulok meg, hát így az osztállyal, hát kérdésekre is válaszoltunk meg, az interneten is utána néztünk a Sárospatak történetének. De nem csak az iskolákban, hanem még otthon a szülők segítségével is tanultak, információkat gyűjtöttek Sárospatakról a gyerekek. Igyekeztünk a könyvtárba kivenni azokat a könyveket, amelyek Sárospatak történetével kapcsolatosak. Összeszedtünk minden olyan információt a honlapról, az interneten, ami segíteni tudja azt, hogy a csapatot győzelemre vigyük. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a kisrefi nagyon színvonalasan szerepeljen ezen a versenyen, és reméljük, hogy a közösség összetartó ereje meg fogja hozni az eredményt számunkra. Az iskolákban pedig elsősorban a pedagógusok segítették a gyerekek felkészülését. Felhívásban elsősorban Sárospatak története, és most ugye a Sárospatak díszpolgárává választott Makovec Imre kapcsolatát is esetlegesen feladatban fogják kérdezni. Ezt néztük egy picit meg, illetve hát játékos vetélkedőre számítunk. Én igazából egy kellemesen jól eltöltött délutánra gondolom, hogy az lesz. Az igazgatónőnek igaza lett, nagyon jó délután töltöttek együtt a csapatok, akik a végsőkig küzdöttek. Az utolsó feladat előtt csak 3 pont volt a lemaradás az iskolák között, végül a szerencse döntötte el, hogy a 2. Rákóczi Ferenc általános iskola nyerte meg a vetélkedőt. De nem tért haza egyik intézmény csapata sem üres kézzel, hisz az együtt töltött jó hangulatú délutánon túl minden résztvevő ingyenes mozi és végardó fürdő belépőt nyert.